Köszöntöm kedves nézőinket Porta című térségi közéleti magazin műsorunkban. Műsorunk vendége Kistarcsa város polgármestere Solymosi Sándor és a város alpolgármestere Juhász István. Köszöntöm Önöket. Mi is köszöntjük a kedves tévénézőket. Nagyon örülök, hogy mindketten stúdiónk vendége, de első kérdésem polgármester úrhoz szólna, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor ez a ciklus elkezdődött, akkor polgármester úr milyen tervekkel, elképzelésekkel indult neki a választásnak? Nekünk kézenfekvők voltak a terveink és az elképzeléseink, hiszen egy megkezdett munkafolyamatot kellett folytatni. Néhány elődöm már mondogatta, és ebben nagy igazságuk volt, hogy egy ciklus többnyire nem elegendő ahhoz, hogy az ember az elképzeléseit és a terveit ki tudja fejteni. És valóban úgy tűnik, a második ciklus hozott olyan végrehajtásokat, a terveknek olyan végrehajtásait, amelyekre nagy szükségünk volt, és azt gondoljuk, hogy a város lakossága is így gondolja. És akkor itt elég hosszú listát lehet felsorolni arra, hogy mi történt. Szerintelenül büszkék vagyunk rá, igen, és megpróbálom inkább összefoglaló nevekkel illetni ezeket a fejlesztéseket. Például az önkormányzati intézményeknek az energetikai beruházásai, ami mindent átölel ebben a témakörben, tehát itt a nyílászárók cseréjétől a hőszigetelésen keresztül a napelemek elhelyezéséig, a kondenzációs kazánokra történő átállásig minden bele tartozik, aminek nyilvánvalóan jelentős megtakarítása végeredménye mindannyiunk örömére. Ezen kívül pedig a agglomerációs településünkre jellemző infrastruktúrális hiányosságok folyamatos és gyakran azt gondolom szinte erőn felüli pótlása, illetve helyes kifejezést próbálunk keresni. Próbáljuk utolérni igen magunkat a kihívásokban. Nyilvánvalóan nem csak a helyieknek, hanem sajnos a rajtunk keresztül haladóknak is jól látható bizonyos településrészek úthálózati hiányosságai, de ebben nagyon nagyokat léptünk előre, köszönhetően elsősorban pályázati forrásoknak, lehetőségeknek. És hát ezen kívül az élhető város programunkat szerettük volna további tartalmakkal megtölteni. A rendezvényeink színvonalát én azt gondolom, hogy nem csak megőrizni, hanem fejleszteni is tudtuk, tehát fejlődnek ezek a rendezvények. Egyre korszerűbbek minden tekintetben, és az íre sikerült föltenni a pontot a központi terünk az ifjúságtér megépítésével, amiben elévülhetetlen érdemei voltak a polgármester úrnak, hiszen a közösségi tervezéstől az utolsó kocka lerakásáig mindenben ott volt, mindenben felügyelte, és elképesztő energiákkal tolta végig úgymond a projektet. És a végeredmény pedig az, hogy ez a tér egyszerre a hétköznapokban is megfelel az igényeknek, másrészt pedig ezeken a rendezvényeken is, amelyeket már lassan fesztiváljelzővel kell illetni, és ezt a kettős célt azt gondolom, hogy el tudtuk érni. Kritikát nem kaptunk, elismerést annál többet, ez eléggé ritka a politikában, úgyhogy nagyon büszke vagyok erre, és magára a műveletre is, meg a alpolgármester úr és a többi résztvevő teljesítményére, hogy ez így tudott megvalósulni. És ez egyfajta olyan kistarcsai identitás pluszt adott szerintem a város lakóinak, amivel még büszkébben lépdelnek az utcákon és a főtéren. Alpolgármester úr, ezeknek a beruházásoknak a munkálatai kapcsán önnek mi a feladata, szerepe? Hát alapvetőleg így a problémák megelőzése, a folyamatnak a gördülékenyebbé tétele, illetve a felmerő problémák megoldása általában, tehát egyfajta ilyen mediációs szerepet szoktam általában betölteni a különböző felek között, ugye itt szokott lenni különböző tervezők, tehát tervezőbb is általában több, a kivitelező, az önkormányzat, a alvállalkozók, és nem utolsó sorban a
érintett lakosság között. Tehát mindig van valami olyan a folyamatban, amikor meg kell aktuálisan oldani, módosítani kell, vagy egyszerűen csak el kell mondani az embereknek, hogy az miért úgy van, ahogy van, és akkor esetlegesen, hogyha valamivel kényelmesebbé tudjuk tenni, például gondolok itt egy útépítés kapcsán, egy fekvőrendőr elhelyezésére, tehát az a terven szerepel egy helyszínen, ami amikor elkezdik az építkezés, akkor van olyan, hogy a lakos jelzett, hát ez így mégse teljesen jó, mert ő így szokott kifordulni az autóval, és akkor, hogyha lehetséges, és meg tudjuk oldani, akkor például igyekszünk ebben, és akkor jó, akkor egy fél méterre odébb tesszük, és akkor már is, akkor ő is tud örülni az útnak, mert nem egy akadály kapott a bejárója elé, hanem egy vadúj utat és forgalmasító. Tehát én úgy érzem, hogy ezek nagyon fontosak egy beruházásnál, az, hogy folyamatosan menedzselve legyenek, mert nagyon sokszor látjuk azt az országban, hogyha a kivitelező vagy a tervező magára van hagyva, bármennyire is legyenek jó szándékok, tehát itt nem feltétel senki rossz szándékot feltétlenül, ha magukra vannak hagyva, akkor sajnos nem biztos, hogy a végeredmény olyan lesz, aminek a lakosság örül. Tehát általában az ördög a részletekben rejlik, és én munkám során mindig ezekre igyekeztem odafigyelni, hogy ott legyek a helyszínen, ott legyek a részleteknél. Tehát, hogyha valaki szokott látni engem így helyben mozogni, az tudja, hogy a tavasztól általában őszig bezárólag jó, lényegesen kevesebbet vagyok az irodámban, mint kint helyszínen, mert szerencsére van mindig annyi beruházás, hogy történik annyi minden a városban, hogy gyakorlatilag reggel megindulok, és akkor helyszínről helyszínre menve a munkatársakkal, a szakértőkkel, a szakemberekkel igyekszünk akkor ezeket a beruházásokat folyamatosan megfelelő mederbe tartani. Polgármester úr, ezek a beruházások úgy összességében milyen arányban valósultak meg pályázati forrásból a város életébe, és milyen mértékben kellett esetleg csak önrészt hozzátenni? Általában 10% körüli önrészeket kérnek a különböző pályázatok. Ezek a pályázatok több forrásból érkeznek, a belügyminisztériumtól kezdve a Vekoponát különböző pályázatokat írtak ki számunkra, amelyeket minden esetben megragadtunk, illetve a lehetőséget megragadtuk, és hát büszkék vagyunk rá, hogy én azt gondolom, bár pontos számítást nem csináltam, de ugye a 80% fölötti arányban el is tudtuk nyerni ezeket a pályázatokat, köszönhetően a hivatal rendkívül rutinos és ügyes pályázatíróinak, akik azt gondolom, hogy oroszlán részt vállaltak abban, hogy ezek a pályázatok sikeresek legyenek. A polgármester 2018-ban megvan-e az a szám, amilyen összegben sikerült pályázati támogatást lehívni a város részére? Hát most pontos összeg, hogy az attól függ, hogy melyik pályázatot melyik évhez soroljuk, de igazából az a nagyon nagy szó szerintem, és az a szám, vagy adat, vagy információ mindent elmond, hogy tavalyi évben sikerült a működési költségvetésünket 100 milliós nagyságrendben megelőznie a beruházási költségvetésnek, azaz tényleg rendkívül sok mindenre sikerült beruházni, és nagyon értékes és fontos dolgokra sikerült beruházni, és én talán a számoknál azt is még fontosabb, persze fontos az is, hogy sok pályázatot nyertünk, de hogy mire. Tehát nem megalomán beruházások valósultak meg Kistarcsán, nem olyan beruházások, amik úgymond fölöslegesek, hanem valóban, ahogy a polgármester úr is elmondta, nagyon fontos dolgokra, tehát energetikai beruházásokra, óvodákra, bölcsödékre, és még, tehát a sportcsarnok is, ami tudjuk, hogy manapság sokszor szokott lenni egy kényes téma, nálunk ez is úgy valósult meg, hogy valóban az iskolások a gyerekek számára használható, egyszerre 3 tornaóra tartható benne, és közben pedig utána délután lehet a lakosság számára is bérletővé tenni. Tehát valóban egy használható, folyamatosan teltházzal működő épületet kaptunk, vagy akár ott az uszoda felújítás például, ami nagyon fontos volt. És még sorolhatnám ezeket, tehát fontos volt nekünk mindig az, hogy olyan dolgokra költsünk, amik valóban a várost előre modítják, és az élhető kisváros koncepcióba beleillenek. Ez a 2018-as év volt, ami nagyon sikeres volt az önök számára, de 2019-ben mi mindent sikerült megvalósítani, hiszen még a 19-es évnek nincs is vége, úgyhogy valószínűleg most is vannak olyan beruházások, amelyek még zajlanak is.
Természetesen idén sem álltunk meg. Szerencsére a csillagok is úgy mozogtak, hogy idénre is jutott bőven beruházásokból. Nagyon sok infrastruktúrális beruházással kezdtünk meg az évet. Több útszakaszt építettünk mind a régi területeken, mind az új területeken. Ez nagyon fontos, hogy oda kell figyelni mind a két fajta útépítésre, útfelújításra, mert még ugye az új területeken azzal küzdenek, hogy, és küzdünk együtt a lakosokkal, hogy a utakat kell építenünk, a földutak helyére szilárd útburkolattal kell ezeket ellátnunk, addig a régi területeken a régi építési utak mállanak szét. Tehát ezekre is folyamatosan fedezetet kell valahonnan biztosítanunk. Ez egyébként a jövőben is sem megoldandó feladat lesz. Úgyhogy sikerült több utat is építenünk, ezek nagyon fontosak. Ezzel együtt sikerült idén is megvalósítanunk a szokásos járdépítési koncepciónkat. Itt is sikerült mind központi területeken, mind mellékutcákban, tehát sikerült megint egy eléggé vegyes portfóliót összetenni idénre is. Ezen kívül általában ezekhez a beruházásokhoz kapcsolódóan, de akár önmagában is történtek a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos beruházások is, tehát árkok lettek építve például az utakhoz. Tehát ebben is sikerült megint egy kicsit előre lépnünk, bár ugye tudjuk jól, hogy bőven van még ezen a területen is feladatunk. Az óvodában folytattuk a különböző energetikai gépészeti beruházásokat pályázatokból, tehát itt is sikerült ismét valamit fejleszteni, tehát ismét jutott az óvodáknak is. Például játszóudvar is lett bővítve tavasszal, gyönyörű füves területekkel, játékokkal, tehát a tavaly megkezdett udvart sikerült idén befejezni. És ami nagyon fontos, hogy sikerült megmentenünk a bölcsöde beruházást, hiszen itt, mint korábban beszéltünk róla, itt a részletebb annyira bele sem mennék, vállalkozó részéről történt egy nem teljesítés, ami komoly feladatok elé állította az önkormányzatot. Az nagyon nagy dolog szerintem, hogy a pályázati pénzt azt sikerült megmenteni, nem történt az előlegen kívül más kifizetés, tehát alapvetőleg van ott egy 25%-os elkészült épület, amire új közbeszerzést kellett kiírni, támogatási szerződést kellett módosítani, és hát ugye az volt az izgalom, hogy ez ráadásul nyílt közbeszerzés volt, ami ugye még egy bonyolultabb közbeszerzési stílus, hogy megfelelően érkezzenek rá ajánlatok, és legyen új kivitelező. Szerencsére úgy alakult, hogy voltak jelentkezők, lett nyertes vállalkozó, tehát most már ott tartunk, hogy a hatóságok jóváhagyására várunk csak, hogy a szerződést aláessen írni és lehessen folytatni a beruházás, ami ez a kerettel rendelkezünk, tehát be fog fejeződni a bölcsöde. Előre láthatólag már szeptemberben ott építkezés fog ismét zajlani. Polgármester, ezekről beszélgetve fel tud-e zárkózni az agglomerációs fejlődés nehez kis tartsa? Tehát itt, hogy csapadékvíz, útépítés, bölcsöde, óvoda, mekkora a lakosság száma most kis tartsának várhatóan, mennyire, milyen mértékben fog növekedni, és ha őnek ilyen mértékben tudnak támogatást szerezni, akkor tudja követni az agglomeráció igényeit a város? Ezek jó kérdések, de nem vagyunk jó sok. Én azt tudom elmondani, hogy az elmúlt néhány évben mindenfajta pályázati forrás, agyaló, illetve akik osztják ezeket a forrásokat, úgy látták jónak, hogy legyenek ilyen pályázatok. Ez nagy dolog, mert korábban nem feltétlenül volt így. Tehát visszatérően megjelennek például gyűjtőutas pályázatok, amelyek a nagyobb volumenű és úgymond szélesebb utak akár rehabilitációjára, akár megépítésére adnak lehetőséget. Másrészt pedig a belügyminisztériumnak szintén évente megjelenik legalább egyszer, körülbelül 30 millió forint értékben, szintén akár belterületi utakra, vagy egyéb kötelező önkormányzati feladatokra fordítható forrásai, amelyeket minden esetben megpályázunk, és ha nem is sikerül mindig azonnal, de általában, ha azt a választ kapjuk, hogy forráshiány miatt első körben nem, de második körben megkapjuk. És akkor már nem is kell újra pályázni, ez is egy újdonság, és viszonylag megkönnyíti az életünket.
nem kell ugyanazt még egyszer leírni, mert ugye benn van a pályázat, például a belügyminisztériumnál. Reméljük, hogy ez folytatódik, esetleg a keretösszegek a gazdaság erősödével, hogyha emelkednek, hogy nyilván a mi rehabilitációs folyamataink, már az útépítésekre gondolok, azok meg felerősödhetnek és felgyorsulhatnak. Ebben bízunk. A másik, ami biztató és reménykeltő, az, hogy mindannyian tudjuk már, azt gondolom közismert a közéletben is, hogy egy új régió lesz Pest megye, vagy mondhatjuk azt is, hogy önálló régió, és nyilván ez több lehetőséget jelent majd abban a tekintetben, hogy egyrészt több pénze lesz a megyének, másrészt pedig nagyobb beleszólása lesz a különböző pályázati források kiírásához. A megye teljesen tisztában van azzal, hogy melyik területen mire van szüksége. Évekkel ezelőtt komoly felmérések történtek, tudják, hogy mit jelent az, hogy agglomerációs lét, és tudják mi az, hogy mondjuk egy kicsit elmaradottabb térség, tápjóság, járság, stb. Hiszen rengeteg anyag érkezett be, mi magunk szolgáltattuk be annak idején a település önkormányzatok, tehát a megye nem ránk erőlteti az elképzeléseit, hanem mi magunk jeleztük, hogy mire van szükségünk. És nagyon bízom abban, hogy így lesznek meghatározva a források majd. A polgármester úr, a jövőben, ha igénybe szeretnék venni ezeket a forrásokat, akkor ezzel összefüggésben, illetve ezzel kapcsolatosan milyen elképzelései vannak önnek? Hát mindenképp az infrastruktúrális beruházás a folytatása kiemel szempont. Főleg azután, hogy azért az intézményekben tényleg sokat sikerült előrelépnünk, és így viszont ezzel együtt nőttek az ellátandó területek is. Szerencsére rengeteg új bekötőzőnk van, fiatal családok, nő folyamatosan a lakosság szám, ez együtt ugye feladataink is jelentősen megnőttek itt az infrastruktúra terén. Itt utakat kell építeni, vízelvezetés kell, és hát legalább az egyik oldalon járdákat kell. Tehát a csapadék vízelvezetésre gondoltam természetesen. Ennek mindig, a csapadék vízelvezetésnek fontos, hogy mindig együtt tehát ez megtörténjen az útépítéssel együtt, hiszen minél kevesebbet tud szikasztani a terület, annál inkább el kell valahova vezetni a csapadékot. Úgyhogy mindenképp ez az egyik legnagyobb feladat, hogy az új részeken 21. századi körülményeket teremtsünk minden kis tartsai lakónak. A másik pedig az, hogy igenis gondolni kell a régi területekre is, hiszen, mint ahogy előbb is említettem, rendkívül sok régi útunk van, amik mállanak szét, és ezekre is meg kell találnunk a forrásokat. Tehát mindenképp már ez a infrastruktúra körüli téma igényelni fogja azt, hogy jó lobbival, jól tervezetten, jól reagálva tudjunk folyamatosan reagálni a felmerülő forrás lehetőségekre, hiszen 2020-tól nagyon nagy lehetőségek fognak valószínűleg megnyílni az agglomeráció számára. Ezen kívül, amire mindenképp szeretnénk majd forrást találni, az általános iskolának a kis épületének a megoldása, vagy a meglévő épület helyére újat építeni, vagy új területen egy új alsós általános iskolát létrehozva, akár állami, akár egyházi, akár alapítványi, vagy más fajta finanszírozásban, erre is vannak már természetesen tárgyalások, és bízunk benne, hogy a következő ciklusban ebben is sikerül előrelépni. Polgármester úrnak mik az elképzelési az önkormányzatisággal kapcsolatban, mert már lassan ciklus végéhez érünk, következik egy következő ciklus. Egy rendkívül nagy öröm volt itt a két ciklusban ilyen csapattal dolgozni, mint ezek a fiatal emberek, akik közül az egyik legfiatalabb az alpolgármester úr. És azt hiszem, hogy az ő szavai által is talán mindenki számára világossá vált, hogy nagyon ügyesen és tetterősen bele nevelték magukat ők a feladatokba. És én azt gondolom, hogy Kistarcsán eljött az ideje egy egészséges generációváltásnak, mert az élet nem áll meg, és a fiataloknak teret kell biztosítani. Ezek a fiatalok nem most kezdték a munkát. Pisti is több mint 10 éve, valaki pedig már 15-20 éve dolgozik mellettem, és én azt gondolom, hogy eljött az ideje,
hogy egyre nagyobb teret kapjanak, egyre nagyobb lehetőséget kapjanak önmegvalósításra, és az ők saját és generációs elképzeléseik megvalósítására. Én picikét én lezártam az én korszakomat, köztudott testnevelőből lett polgármester, mi másnak örülhetett a legjobban ebben a két ciklusban, mint a tornacsarnok elkészültének. Nyilván nem lebecsülve a többi beruházást, sőt, rendkívül fontos minden, és minden nagyon nagy boldogság, hogy elkészült. De én egy picikét ezzel le is zártam egyfajta érzelmi és szakmai kötődést is a politikához, hiszen én a sportból jöttem, és még az sem kizárt, hogy valamikor majd a sportba megyek vissza, de a következő ciklusban mindenképpen azt tervezzük, hogy ennek a, én azt gondolom, rendkívül sikeres és fiatalos csapatnak egy ilyen kis tanácsadója, mecénása lennék még egy cikluson keresztül, és tovább segíteném az ő önmegvalósulásuknak a kibomlását, vagy hogy mondjam, nem is tudom, hogy fejezem ezt ki, de hogy mindenben segíteni szeretnék nekik, hogy megvalósítassák önmagukat, és azokat az elképzeléseket, amelyeket lehet, hogy már jobban is látnak, hogy mire van szükségek is tartsának. Ők vigyék jobban a vállukon, a így város van, dolgait. Így van, és én itt maradok még segíteni. Köszönöm szépen. Amennyiben a választók is úgy akarják. Köszönöm szépen a beszélgetést, sok sikert kívánunk Önöknek közösen és a csapatuknak is. Köszönjük szépen, igyekszünk.